Zsúfolt utcák a pécsi belvárosban, fényművészeti alkotások a falakon. Új helyszínként a kórháztéri Jakovali Hassan Jami szerepelt a Fényfesztivál programjában. Itt a Kiégő Izzók vizuális csoport alapító tagjának, Zádor Tamásnak és társainak az alkotását láthatták, aki a fesztivál szakmai partnere is. Minőségi ugrás volt idén, vagy van idén, az eddigi legizgalmasabb fényútja program van. Nagyon-nagyon jó munkák vannak, Tundrától kezdve, Pattogás pár munkájáig, Limelightnak az Úrimurián keresztül, igazándiból elképesztően színvonalas és jó munkák lettek, és nagyon sok változás történt. Ugye minden évben fejlesztődik a fesztivál, aminek egy részébe belelátunk, egy részében annyira nem. De azt látom, hogy most valahogy így beért a fesztivál. Ez a fejlődés látszik a nézőszámban is. Nagyon sokan keresték fel Pécs legnagyobb esemény sorozatát július 7-e és 10-e között, mondja a város kulturális holdingjának ügyvezetője. Nagyon jók voltak a benyomások, kicsit az időjárással az elején voltak viszontagságok, de ennek ellenére azt gondolom, hogy az utóbbi évek legnagyobb látogatószámmal lezajlott fesztiválja volt, tehát közel 100 000 ember volt a 4 nap alatt. A legnépszerűbb idén is a nemzetközi fényfestőverseny volt. Ez idén át lett alakítva, hogy egy kicsit ezáltal is az emberek mozgását elősegítsük, tehát most ez egy félórás versenyprogram volt, 5 előadással, tehát itt több 10 000 ember volt, és a másik nagyon fontos programeleme az maga a fényútja volt, ez egy 20 állomásos helyszín volt. Itt olyan új helyszíneket tudtunk beépíteni, mint a Vásárcsarnok, a Jakovári Hassan Jami, a Szent Ferenc templom, és ezek is nagy népszerűségnek örventek. A legjobb munkákat láthatták a látogatók a Székesegyház falaira vetítve. A nemzetközi zsűri tagjainak döntése értelmében az első helyen a Los Romeras csapata végzett Spanyolországból. Ráadásul a közönségdíjat is ez az alkotócsoport nyerte el. Az ügyvezető azt mondja, a cirkusz és utcaszínházi programoknak szintén jó volt a fogadtatása, ezért ezeket megtartják a következő fesztiválok szervezésekor.